szerintem nem tudjuk kikerülni a témát, hogy beszéljünk a, az idei válságról, vagy hát amit volt körülöttünk az elmúlt bő két hónapban. Egyik oldalról te hogy élted meg, tehát hogy így saját magadban mondjuk, hogy dolgoztad fel ezt a, ezt a két hónapot, illetve nagyon kíváncsi leszek arra, hogy tényleg te milyen, milyen jó példákat láttál esetleg, hogy ki hogy reagált erre, volt-e olyan tényleg konkrét esettanulmány, amit mondjuk meg tudunk nézni, hogy 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 reagáltak itt az első napokban, mm hetekben, -hmm. de kezdjük szerintem veled, hogy hogy éltek, hát. hogy látok lehetőség vagy, vagy válság? Lehetőség vagy igen, probléma? igen. Jó, én, én, én alapból lehetőségként éltem meg, hiszen a Minner, Minnernek az olvasottsága egyértelműen nőtt, illetve ugye nekem a Minnerhez tartozik egy videós oktató oldal, online videós oktató oldal, ennél jobb piacot ugye, ezen a uh -huh. helyzetben nem is lehet elképzelni. Tehát ott azért szépen növekedtek a számok. Ott, ott elárulok nagyon jó érdekességeket, hogy én nem is, Tehát a vásárlói oldal is jó volt, de nekem, ami a legérdekesebb volt bent, a tanári oldal, tehát négy tanárral sikerült nagyon rapid, gyorsan bővülni a Minner Akadémiának, ami valójában csak szeptemberig volt betervezve. Ennek, a, ennek azért is, mert a, a tanárok, a képzők is úgy voltak vele, hogy van idejük felvenni. Most kell megcsinálni. Gyérdés. Igen. 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 Ez, egy, ez egy jó dolog volt. Akkor, amit tudni kell, hogy én az elmúlt egy évben, 260 emberrel volt személyes konzultáció, év jártam 220-nál, és én ilyen január, február végén, azt, én inkább Eltén február, február végén azt mondtam, hogy ez durva, tehát már nagyon elfáradtam egy kicsit, volt egy ilyen bennem. És egyébként utána ugye jöttek a, a korlátozások, online-ba tértünk át, és az a helyzet, hogy sokan igényelték ezt a személyes konzultációt, mert hogy hát, mert hogy nem tudják elképzelni, hogy így online lehet adni valamit, de aztán nem volt más, így online. Múszály volt, igen. igen muszáj. Tök jó volt, kiderült, hogy tök jó működik ez, a, ez a, az online konzultációs dolog, és az embereknek bejön, úgyhogy, úgyhogy ez valószínűleg meg is hagyom, tehát egyrészt lett időm. Egyébként ez a legérdekesebb. Letz... Azt nem érezted, hogy több többet dolgozol emiatt? hogy Jobban megtöltöd De. a napokat, mert nem kell utazni? Ezt nemrég fejtettük meg, <laughs> ismerőse, hogy két dolog van. Akinek, akinek nagyon nem jött jól ez a válság, az nem dolgozott. Akinek pedig nagyon beütött, vagy vagy ha, jobban, az pedig kicsit halára dolgozta magát. Uh -huh. És nálam például ez abba jött ki, hogy az elmúlt, hár most lesz három, az elmúlt három hét, tehát most lesz három hete, hogy egy ilyen, egy ilyen kiégészszerű dolgok jöttek elő, ami egyébként ez normális, tehát ez ilyen szerintem ilyen két évente szokott lenni, egy-két hét nálam, uh -huh. vagy max egy héttel, régebben gyorsabban végigmentek. Ez az elmúlt három hétben éreztem, a, a kiégés nem az, hogy nem tudok, te, nem tudok teljesíteni, vagy nincs kreativitásom, vagy ilyesmi, hanem a kiégést úgy értem, hogy nincs kedved, hm. nulla, motiváció. És képzeljétek el, hogy hogy ezt úgy, hogy mellette pedig ilyen, ilyen brutál pénzek jönnek éppen, és, és és nagy a forgalom is, tehát, hogy effektíve pont a, legsike, a minden legsikeresebb időszakában... Érzed azt, hogy elfáradtál, kicsit kiégtél? Ez, ez számomra így még mindig értetetlen, és, és nem tudod agyilag felfogni, és közben meg ott vagy, és így. És így de tudok cikket írni, de például uh, nem szívesen válaszolok cseten annyit, mert uh -huh. tudom, hogy most szerintem a legszarabb állapotban válaszolnék, tudod. De most ennyi, ennyi, hogy például a videózást is azért vállaltam, mert szerintem ez kihoz belőle. Reméljük, Tehát, reméljük hogy, hogy tudok segíteni. Igen. Amúgy is most már, most már ugye kezdek kijönni, sőt, hát nemrég írtam az egyik ismerősömnek, hogy simán megírtam egy nap négy reklámcikket, és ilyenek lettek azok a cikkek. Tehát, hogy hmm. az ügyfél is visszaírt, hogy ez jó, már kint is vannak a és ilyen brutál látogatottságban rajta. Tehát termelni tudok, csak nincsen... E nincsen ennél kedvem melózni, ez tök fura egyébként. Meg um, szerintem az érdekes nálad is, meg ugye általában, tehát, hogy amit, amit mondták korábban, hogy nem nagyon van olyan napot, sőt, szerintem nem volt az elmúlt 5-6 évben olyan napot, hogy ne, ne néztél volna rá a, a magazíra, és, és ne, ne kreatívkodtál volna valamit, de szerintem igen. pont ez a fő különbség, mondjuk a vállalkozók között, hogy tényleg, tényleg ezzel kell, ezzel fekszel, és nem, 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 az, hogy várod a hétvégét, hogy ne csinálj semmit, hanem várod a reggel hatot, hogy reggel végre már csinálhassd azt, amit szeretsz csinálni. <laughs> és hogy, e, és hogy igen. Ez egyébként most de, de, hogy, de, hogy, igazából megteheted nyugodtan, hogy megállsz egy hétre, és nem csinálsz semmit, csak hogy nehéz, nehéz lekapcsolni. Persze, persze, meg ugye azért teljesíteni kell, meg hiába van előre megírva cikkek, meg ilyesmi, attól még az ugyanaz, de például most van az, hogy holnap csütörtök meg pénteket, terveztem arra, hogy, hogy csak chat napot tartok, és akkor szépen csetelgetek, az bőven elég, meg az talán inspirációt ad, meg flowban tart, és igazából most már így előre tudok jól dolgozni, most már látom azt, hogy, hogy ki meg belőle, de egyébként sok vállalkozóval beszéltem, Sokan átélték ezt mostanában egyébként. Jelenleg mondjuk itt tudom mondani, hogy ilyen 5-6 vállalkozó ismerősöm van, aki egyébként mindegyiknek nagyon dur, tehát elég jó megy most, vagy pedig valami átalakulás volt a cégébe, és, és mindegyik beszámolt erről, hogy ilyen, uh -huh. ez a, hát ők mindenki úgy fogalmaz kedvetlenség. Ez ilyen, uh -huh. egyébként utána olvastam, nem azt, hogy diagnosztizáltam magamat, de Kutattam a témát, és és volt egy ilyen, hogy hogy ez egy ilyen korlátozások utáni ilyen, ilyen, ilyen szövődmény, tehát hogy ilyen, hogy, hogy sokan tényleg ez is, hogy hogy én egyébként tényleg többet dolgoztam szerintem, mint előtte, mert jobban megnyomtam a cikkeket, jobban odafigyeltem, meg az elején sokat kellett foglalkoznom azzal, hogy hogy írjak új cikket a koronavírusról, hogy az nem koronavírusról szól. Uh -huh meg ho, milyen témát írják, Tehát, hogy, hogy, ott vannak a szegény vállalkozók, akiknek mondjuk most nem megy, vagy kiesik, az hogyan, hogyan motiválom, mivel? Tehát, hogy most piac ez az. az Mondhatod annak, kiessé. aki mondjuk utazási irodát üzemeltet, és köszi, köszi Te piass, az, kivel, igen. Ezeket a bullshit tippektől, fú, ja. annyi ilyet láttam, tehát, hogy, hogy használt ki, akkor most, meg mindent, tehát, ez nem az igazi, tehát, hogy... hogy hát igen, meg ez annak volt jó, aki, aki, vagy eleve ugye online terméket, online szolgáltást nyújtott, vagy meg tudta tenni, hogy átalakult online térbe. De nyilván, aki egy fizikai bolt és be kellett zárnia, és nem volt mondjuk kiszállításra lehetőség, vagy egyéb, az, az nem tud mit csinálni. Vagy a ingatlan bérbadásból élt, és, ja, és nem tudja fizetni a bérlője most a, a, bérleti díjat. Tehát ugye azért nyilván ez be tud gyűrűzni nagyon. De mondjuk láttál olyan jó példákat amit, amit, amit kiemelni akár név nélkül, csak mint iparágonként ip, egy-egy hát, példát, aki, aki jól reagálta le ezt most. Uh -huh, uh -huh. Hát ugye, amiket uh, így nagyon kiemelnék, meg amit látok, ugye a legtöbb cég az, az most jött rá, hogy, uh, hogy ugye kicsit digitalizálnia kell magát, és például nagyon érdekes volt látni, hogy mondjuk ilyen. Uh, pékségek, azok vagy nem pékségek, hanem ilyen zöldségesek átmentek onlineba. Hamar felfedezték, hogy van ilyen, hogy shop renter, hm. és akkor és akkor igazából átváltottak erre, tehát hogy ez egy ilyen, ilyen nagyon érdekes. Akkor hát az pozitív példaként annyira nem mondanám, hogy ugye a ruhaboltok átkezdtek ilyen, ö, ilyen termékeket, ö, mondjuk maszkot gyártani, még minden, azt azért nem mondanám, de például volt érdekes a, az Airbnb-nél, hogy... Ö, hogy már albérletet is lehet pérelni az Airbnb-nél, meg ilyen élményeket venni, ilyen online élményeket. Tök, tök érdekes, tehát hogy, hogy megnézheted, ahogy egy nem tudom, vietnámi ember főz, és akkor erre lehet befizetni. Az például egy ilyen érdekes újítás. Akkor a szerintem az a sörös pak, meg ez a borkötvény, meg ilyenek, ezek is ilyen tök érdekes, nagyon érdekes ötletek. Akkor volt még egy ilyen, hogy ugye konditermes példát tudok mondani, az van ilyen mindenes vállalkozó is, hogy kitalálta, hogy ilyen online konditermet üzemeltet. Ebből volt is egyébként konzultációnkat, például sok mindent végignéztünk. Tehát, hogy mitől fog valaki online edzeni? Hm. Hogy tudod rávenni, hogy hogy jöjjön, felvételről nézze a kondizást, vagy vagy élő streambe, vagy, vagy ezeket így végigmentünk, és egyébként nagyon érdekes volt, hogy <laughs> én azt figyeltem meg, hogy aki váltott, az ilyen nagyon gyorsan, három hét alatt akár. Hm. Tehát például ez a konditermes három hét után csinált már online és egyébként ez azt is jelentette, hogy most már a szélesebb körben is nyújt szolgáltatást, és már nem egy helyi konditerem lett, és egyébként is régen gondolkozott franchise-ba, és most lett valójában egy olyan platform, hogy valójában az online konditerem, az nem ellensége az offline konditeremnek, hanem inkább egy kiegészítője, hiszen teljesen más embereket ér el egyébként így, mint ezt, ezt kisdelítettük már így a, a, az elején. Tehát ugye ezeket láttam, de, de láttam másoknál is. Én amit, amit pozitívan kiemelnék, hogy például sokan váltottak ugye home ra mm. és sokaknál vezettek be ilyen digitalizációt, tehát hogy mondjuk most már uh, otthonról tudnak úgy dolgozni a munkatársak, hogy használnak uh -huh. valamilyen uh, ilyen kollaborációs szoftvert, mint a Trello, vagy uh, vagy egy CRM rendszert. Én látom olyat, akinél képzeld el, két hét alatt bevezettek CRM rendszert, én nem tudom, hogy csinálták, tehát az, az azért merész. És Igen. akkor így mondta, hogy ja, jó, hogy láttuk a minden, is a CRM-et, is kellett is, mert most mindenki otthonról dolgozik, és akkor mondom, két hét. Na, az... Meg lehet csinálni. Igen, igen, Hát igen, igen meg hogyha belegondolunk, igazából, most ez a találkozó is végül is ennek köszönhető, mert ezek a szoftverek, én mostanában mindig azt mondom, hogy tényleg ez a livestreaming is, a webinár, a, egy csomó olyan lehetőség eddig is megvolt, de valahogy nem voltunk rákényszerülve, és én sem foglalkoztam ezzel a témával eleget. De hirtelen akkor meg kellett oldani, hogy oké, nincs élő interjú, oldjuk meg, oké, a minőség az nem ugyanaz, mert ez most 7-20 P-be megy nem, nem olyan, néha akad, néha nem tökéletes, de a semminél pont ennyivel több. A másik, én ugye átálltam nekünk pont ugye ment volna egy, egy országos rócsó, ugye kb. most végeztünk volna, mint a 20 várossal, te is ugye jártál sok helyen, sok helyen korábban, és hogy tényleg egy ilyen tök jó elindult februárban voltunk, két, két városba elmentünk, és utána jött a, jött a, hír, és márciustól mondtam, hogy oké, okay, akkor ugyanúgy régiónként vagy városonként megtartom, de mindegyiket online külön-külön és 20 előadás után 1400 résztvevő, és én ugyanazt éreztem a végén, hogy kicsit elfáradtam, de baromira megérte, tehát hogy ez egy tök jó, tök jó lendület volt. Igen, igen. Hát egy biztos, hogyha ha nézzük, erre nem is tudom, a japánoknál azt hiszem, vagy a japán, vagy a kínai aknál jelenti a válság szó egyben a lehetőséget is, most nem tudom kinél. Um, ugye ez egy érdekes uh, dolog, de, de nem mehetünk el amellett, tehát, hogy tényleg nagyon sok céget érint ö, negatívan, amit igazából ö, erre nem is lehetett felkészülni. Tehát én én, én, nem, ö, én nem tudok hibáztatni egy céget se, aki mondjuk emiatt csinál leépítést. Ami a, ami a legrosszabb, és egyébként sok vállalkozóval beszéltem az utóbbi időben, ugye, én én valami 30-40 konzultációt lenyomtam az elmúlt két hónapban, uh -huh. És ott volt egy, a mi tapasztalatom az egészben, hogy ugye mondtam ezt a kiégést, és, és tudjátok, az a legdurább, hogy nekem aránylag mondhatom, hogy, hogy pozitívan jövök ki belőle. De de hogy bennem is, és a többi vállalkozóban is benne van az, hogy egy, egy ilyen dolog tönkre tudja tenni az álmaidat, én rengeteg olyan céggel beszéltem, aki nem azért nem volt tartaléka, mert nem ment jól a biznisz, Azért nem, nem, volt tartaléka, mert mindent a bizniszébe ölt, hogy még jobban menjen fölfelé. Érted? Hát át, megnézhetjük hogy... a légitársaságokat, is, azok is ugye folyamatosan a, az aktuális egyeladásból tartják fel magukat. volt, volt egy ilyen csárt, az, én nagyon-nagyon durva és megdöbbentő volt, hogy a, a zoom a piaci kapitalizációja az akkora most, mint tíz amerikai légitársasági együtt. Szép, tehát ilyen brutálisat mentek, és nyilván most én is előfizettem, meg még nagyon sokan előfizettek rá. Tehát, hogy nyilván akkor igény keletkezett erre, meg az összes többi hasonló szoftverre, hogy én én úgy pont ebbe a szoftverbe látom még az óriási fantáziát, amivel most megyünk, mert ennek az mm. a lényeg, hogy nem lokálisan, nem a gépen kódolja a videót, hanem az ő szervereiken, és ők fröcskölik szét ugye, különböző platformokra az élőt, és így mm -hmm. tudunk élőben lenni, ugye Facebookon, YouTube-on, és ha minden jó megy, akkor később ez bővülni fog ez a sor.